Hakuna Matata, sziasztok, én Csibu vagyok, ez pedig a Lorkán a társas játék bemutatása lesz. Egy olyan Disney alapuló, gyűjtögetős, kártyajáték bemutatása, amely idén 2023. augusztusában indult világhódító útjára, és hát hatalmas körülötte a hype, meg botrányok is övezik, hogy éppen ki jut hozzá bizonyos kártyákhoz, vagy kik vásárolhatnak már csomagokat, mert hogy sajnos a disztribúciót egyelőre nem sikerült túl jól megoldania a Ravensburgernek, a kártyajáték kiadójának. Ebben a játékban ugyanúgy, mint a trading card gémekben általában, pakkokat fogunk hitni, amiben véletlenszerűen fogunk találni kártyákat, és ezekből a véletlenszerűen összeállított vagy szerzett kártyákból akarunk majd bizonyos saját paklit építeni, amit felhasználva fogunk majd egymás ellen megküzdeni. Ugye, mint minden trading card game-nél, itt is két nagy vonulat van, amivel találkozhatunk. Az egyik az, akik gyűjtik ezeket a kártyákat, vagy azért, hogy teljes legyen a gyűjteményük, és ők nekik ez a hobbiuk ettől már jól érzik önmagában magukat, vagy azért, mert abban bíznak, hogy bizonyos kártyák megszerzése most a jövőben egy befektetésként működhet, és majd nagy összegekért meg tudnak tőlük szabadulni később. A másik vonal az kimondottan a társas játék irányból közelít, és azt figyeli, hogy vajon milyen játékilag a lorkána, ebbe tartozok én is, úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mit tud ez a Disney-s kártyajáték, amiben egyébként 204 lap látta meg a napvilágot az első fejezetben, de még idén elméletileg jönni fog a második fejezet további sok-sok kártyával. Amikor bontasz egy alappaklit, akkor 12 kártyát fogsz benne találni fogsz benne nagyon sok, legalább hat közönséges kártyát találni, lesznek benne nem közönséges kártyák, és legalább három ritka, szuperritka vagy legendás lapnak is lennie kell majd a pakban, legalábbis ahogy én utána olvasgattam. És a 12 lap közül lesz egy darab lap, ami különleges fóliázott kártyaként érkezik, azaz a grafikai design nem változik a lapon, de valamilyen csillogó effektet majd rátesznek, és akkor ö, ezt megtalálhatod, vagy éppen a nagyon ritka, megváltoztatott grafikájú kártyákat egy-egy főszereplő tekintetében, de a lapoknak a tudása az egyébként ugyanaz. És hát, hogyha kibontottad ezeket a pakokat, akkor össze kell állítanod ezekből a lapokból egy 60-lapos paklit, minimum 60-lapos paklit, mert hogy hiába csak 204 lap van magában a szedben, egy lap típusból akár négyet is beletehetsz egy dekbe, egy pakliba, nincsen erre másfajta korlátozás, hogyha már megszereztél egy adott kártyát, akkor négy példány is belekerülhet a paklitba. Persze megteheted, hogy 60 különböző lapnak egy-egy példányát használod, de általában, ahogy figyeltem a paklépítéseket, általában egy kártyából azért 3-4 példány jó, hogyha megvan. Mert hát itt is azért vannak olyan lapok, amik kevésbé erősek, illetve olyanok, amik el tudják dönteni adott szituációban a találkozót. Ami egyébként most kivételesen nem csak két fős lehet. És ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy igen, a versenyjáték az két fős, de lehet játszani hárman vagy négyen. Ugyanis a játékban, amikor az ellenfél cselekszik, akkor nincsen ráhatásunk arra a körre. Ez bizonyos szempontból jó, más szempontból kevésbé jó. Akik hozzászoktak ezekhez a versenyformátumokhoz, vagy mondjuk sokat magic azok tudják, milyen különleges érzés az, amikor az ellenfél valamit tenne, de te akkor csinálsz egy reakciót, és megmutatod, de azt nem teheted meg, de azzal ez történik. És van egy folyamatos feszültség, hogy vajon amit most én csinálok, arra az ellenfélnek lesz-e válasza. És megpróbálom körbejátszani az ellenfélnek a kártyáit. Na ez a lorkánából teljes mértékben hiányzik, ezt ne is keressétek benne, nincsenek reakciólapok, nincsen lehetőségem beleszólni a másiknak a játékába. Ez lehet negatívum, viszont hordoz magában némi pozitívumot. Az első ilyen pozitívum az az, hogy emiatt egyszerre bármennyi játékos játszhatja, ugyanis nem egymás leverése a cél, hanem az a célunk, hogy elérjünk 20 lort, amit mondjuk én történet pontnak fordítanék le, vagy történet résznek. Az a hogy 20 lort össze kell gyűjteni, és amint valakinek ez teljesül, az azonnal megnyeri a játékot. És ezt miért ne lehetne párhuzamosan több játékosnak is egyszerre gyűjtenie? A másik pozitívuma annak, hogy nincsenek ilyen interakciók a játék közben, az az, hogy így szerintem kimondottan játszható kisebbekkel, 8-9-10 évesekkel, akiknek már nagyon-nagyon jól megy a számolgatás, mert azért itt lesz majd olyan, hogy karakterek egymást ütik, és akkor három a négy pajzs ellen, de az hozzáad három módosítót, az meg levon kettőt, stb. ezt összeadogatjuk, és akkor kiderül, hogy kibe ki mennyit sebzett, illetve akik már tudnak annyira olvasni, hogy egy-egy képességet megértsenek, mert egyébként Szerintem a lorkánának a legnagyobb erénye az pont a családiasság. Mind a légkört, az atmoszférát tekintve, a játék tematikáját tekintve, amit mindjárt körülírok majd, hogy miről is szól, mi benne pontosan a cél, mint pedig magát a játékmenetet tekintve. Ez tipikusan egy olyan játék, amivel családok játszhatnak, és nekem ez nagyon szimpatikus, hogy nincs túl bonyolítva, hogy bevonható így minél több személy a családból. És a lorkán egyébként engem ezért is kezdett el foglalkoztatni, mert szeretném majd játszani. Ide haza is, nem csak versenyeken, sőt lehet, hogy versenyre egyébként el sem fogok keveredni soha. És akkor, hogyha már említettem, mi a tematikája a Lorkánának, van egy tintatartónk, ez itt egyébként látszódik is, ahova kiátszuk majd a kártyákat. Szépen minden körben maximum egy kártyát játszhatunk ki, és csak olyan kártyákat, aminek a bal felső sarkában van egy ilyen karika ikon, fogalmazzunk így, mert bizony vannak olyan lapok, amin ez nem szerepel. Most mondjuk itt pont ezek között nem találok. Mert ugye a pak lépítésnél szerintem ez is egy jelentős dolog. Na tessék, itt van egy ilyen. Hogy hány olyan lapot teszel bele, ami mehet a tintatartóba, és hány olyat, ami nem mehet a tintatartóba. Ugyanis eléggé nagy probléma lenne, hogyha a játék elején mondjuk csak olyan lapjaid lennének, amik nem kerülhetnek a tintatartóba. Mert a tintatartóban lévő lapok egyrészt képpen lefelé kerülnek le az asztalra, másrészt az lesz az, amivel kifizeted a többi kártyádnak a kiátszási költségét, azt a számot, amit a bal felső sarokban látsz. Szóval az első körben, hogyha én kiátszom ezt a lapot kézből, mint tinta, hiszen van rajta jel, akkor utána már is kiátszhatom tipszt, mint kis cicust, hiszen csak egybe kerül, elforgatom a tintát, és a karaktert kiátszom ide magam elé. Ennek a karakternek nincs különleges képessége, Kettest üt majd, hogyha megtámad másik karaktert, és kettő életerővel rendelkezik. Valamint, hogyha elküldöm majd küldetésre, amely a játékban a legfontosabb dolog, akkor egy pontot ad az a kis négyágú csillag a jobb oldalán jelzi ezt a dolgot. A játékban ugyanis az a cél, hogy a karaktereinket küldetésre küldjük, és ilyen kis csillagocskákat, lórokat, történetpontokat szerezzünk, azt pedig a saját tárcsánkon jelöljük. Ebből kell elérni 20 pontot, akinek ez sikerül, megnyeri a játékot. Ami még fontos, hogy ez is egyébként más kártyajátékokból, gyűjtögetős játékokból jött, és egyébként a 99%-a ennek a játéknak más játékokból összelopkodott, összeollózott dolog lesz, tehát nagyon nagy meglepetés senkit nem fog érni a lorkána kapcsán, az az, hogy amikor kijátszunk egy szereplőt, vagy karaktert, ki hogy hívja, akkor abban a fordulóban az a szereplő nem cselekedhet. Szóval kell várni egy kört arra, hogy majd eldönthest, hogy mit akarsz vele, kihívni egy másik karaktert, vagy megtámadni egy másik karaktert, vagy pedig lore pontot szerezni, vagy éppen semmit nem csinálni, mert hogyha bármire is elhasználod a karaktert, akkor így kimeríted, és minden kimerült karakter kihívható egy ellenfél által. És akkor itt át is ülök a másik játékos helyére, hogy lássátok, mi történik egy kihíváskor. Tegyük fel, hogy ennek a játékosnak már Ariel lent volt a Playmaton, hmm. Ehhez, hogy kiátszotta, már kellett neki három tinta, úgyhogy tegyük fel, ez volt az előző köre, hogy a rielt kiátszotta. És amikor te jössz, akkor a következő fázisokat kell végigcsinálni. Az első az az, igen, az előző kör végén így el voltak fordítva a lapok, hogy ezeket a tintákat már elhasználta. Szóval, amikor te jössz, a fordulót kezdetén visszafordítod az összes tintát, aztán én így külön szoktam jelölni, hogy magam elé húzom, az előző körben kijátszott szereplőt jelezve, hogy az most már használható, illetve van egy új lap felhúzása is a pakliból. Így néz ki az előkészület, illetve van néhány lap, vagy hát elméletileg lesz néhány lap, ami ebben az előkészületben majd bekapcsolhat. Jelenleg most nem nagyon láttam még ilyen lapot, de a szabályban már szerepel ez a pont. Ezután most ugye kiátszhatnék lapokat, ki tudom játszani Urszul a nyakláncát is, hiszen háromba kerül, és van lent három tintám, ki tudnám játszani ezt a kártyát, ugyanúgy ki tudnám játszani ficánkát, de minden körben, vagy fordulóban, ahogy nevezzük, egyetlen egy lapot lehet betenni a tintatartóba. Úgyhogy úgy döntök, most beteszem ficánkát a tintatartóba, több lapot már ebben a fordulóban nem tehetek oda, és négyért kijátszom ide aurórát a csipke és akkor ezeket szépen elfordítom, hogy így kijátszottam. Amikor kiátszom ezt a karaktert, akkor egy kiválasztott karakter mínusz kettő erőt kap erre a fordulóra, úgyhogy kiválasztom most mondjuk tipst, úgyhogy tipsznek nulla ereje van, majd pedig ezután Ariát elküldöm harcolni, kettő erővel rendelkezik, és akkor kiválasztom tipst, azért választhatom ki, mert el van fordulva, Tipsnek kettő életereje van, úgyhogy ezt el is veszíti, és normál esetben kettőt visszaütne Arielbe, ezt jelölnénk egy ilyen számlálóval, három életereje van, úgyhogy ő maradna a játékban, viszont mivel Aurórát kijátszottam pont ebben a körben, így kettő erővel kevesebbet ütött vissza belém a cicus, úgyhogy Ariel teljes épségben megmaradt ebben a konkrét játékszituációban. Viszont elfordult, szóval, hogyha lenne az ellenfelemnek karaktere, akkor Arielt meg lehetne támadni. És így tovább, így lehet az ellenfelet lassítani, miközben magunkat is valamennyire lassítjuk, hiszen most Ariát mondhattam volna, hogy nem tips ellen küldi, küldöm, nem támadom meg, hanem helyett el forgatom, kimerítem azért, hogy kapjak egy pontocskát. Ennyi a lorkána. Se több, se kevesebb. Egyébként nagyon tetszik tematikusan az, hogy amikor kiátszok egy karaktert, akkor az máshová kerül, vagy hát még nem használható, mert úgy fogalmaz a szabály, hogy még a tintának meg kell száradnia a karakteren. És igazából így tintákat gyűjtünk, és szereplőket teszünk ki, akiket küldetésre küldünk, akik meg pontot hoznak nekünk. Aztán már az egy másik gondolatiság lesz, hogy a te saját paklitba milyen karaktereket teszel, mondjuk olyat, aki erős, le tudja ütni a többiek karaktereit, vagy olyanokat, akik nagyon sok küldetéspontra képesek. Például itt van Pongó, ő is négybe kerül, de ő már kettő darab küldetéspontot hoz minden egyes küldetésre küldésekor. Aurora ugyanúgy négybe kerül, de ő csak egy pontot fog adni ilyenkor. auróának egy egyszeri képessége volt, Pongónak viszont az, hogy ne, nagyon nehéz őt megtámadni, csak kimondottan evazi vagy elkerüléssel rendelkező karakterek hívhatják ki Pongót. És természetesen vannak tárgyak, meg vannak események. Itt van mondjuk egy tárgy, ez a pajzs, amivel vissza lehet forgatni egy kiválasztott karaktert, és ezeket rögtön lehet használni már a kiátszásuk pillanatában, és keressünk egy eseménykártyát is, hát ha lesz. Ez item, action. Háromba kerül, 22 kártyát, ez egy egyszerű dolog, de ez rögtön egy dal, van néhány dal a játékban, még egyelőre nem sok, de lehet uh, énekeltetni a karaktereket, hogyha egy három vagy drágább karaktert elforgatunk, jelenleg mondjuk Pongót, akkor ő énekli el, és akkor nem kell kifizetni a költséget. Úgyhogy Pongó most elugatja ezt a dalocskát. Ezért fontos például Ari jelen, hogy ő amikor énekel, akkor ő akár ötös dalt is el tud énekelni. Na, igazából ennyi a, a, a történet. Nincsenek olyan megkötések, hogy egyszerre nem lehet a pályán négy ugyanolyan kártyalap, tehát lehet, hogy egyszerre ki lesz neked négy arieled. Sőt, nagyon durva esetben az is lehet, hogy mivel Ariának van több változata, több kártya változata, és mindegyikből lehet négy a paklitban, lehet, hogy van tíz fajta különböző Ariel is majd ki a táblán. Ez a következő negatívum, hogyha már mondtam korábban is negatívumot, akkor talán itt van a legnagyobb hátránya a játéknak, de ezen szerintem túl lehet lépni azért elég hamar. A tematikus hát terén kívül, meg a szép kártya dizájnon kívül, meg azon kívül, hogy így tintát játszunk ki, meg, meg kell száradni a tintának a karakteren, semmilyen jellegű tematikája nincs. Tehát ez a... Amikor olvastam a szabályban, hogy küldetésre kell küldeni, ú, de izgalmasan hangzik. De ez csak annyit jelent, hogy megkapja a rajta látható pontot. Ez csak egy jól hangzó kifejezés, hogy elküldöm, mennyire el küldetésre, csipke rúzsika. És akkor elmegy. Oké. Okay. Ennyi. Tehát, hogy valahogy nekem egy picit, hogyha már Disney játék, akkor ez adhatott volna egy olyan pluszt, amivel kimagasodhatott volna a többi TCG közül, és így ezt nem tudta sajnos meglépni. Teljesen random össze-vissza az, hogy milyen csapatok lesznek majd kint. Itt is itt van mondjuk Jafar. Tehát jafar kiátszom Pongó mellé, meg kiátszom még Gastont. Tehát ők eleve gonosz karakterek, de most az én szituációmban ők segíteni fognak nekem, meg még itt van Pongó kutyus is. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan um, hármas, amit soha nem látnánk játékban, um, sem, meg filmekben sem, meg semmilyen körülmények között, de itt a lorkánában valahogy mégis, persze ez megadhat neki egy kis bájt, hogy hogy oké, okay, végül is miért ne lehessen az, hogy Elsa és Csipkerúzsika meg Ariel, egy pakliban van, és akkor ők közösen, mint hercegnők fognak majd valami nagyszabású terven ügyködni. Mert hogy nagyon sokféle pakli összeépíthető, viszont a lapoknak egyelőre még a tudásbeli különbsége, vagy kombóbeli különbsége nem magas, mindenképpen kell majd hozzá még több fejezet, hogy eléggé változatosnak érződjön a játék. Most nagyjából egy olyan 15-20 parti után, egyébként darabja 15 perc, szóval ez akár egy hosszabb délután alatt is végig durható, végig játszható, pláne így online, hiszen így minden kártya megvan. Ö, azt mondom, hogy 15-20 játék után ki lehet ismerni a paklikat, ki lehet ismerni a kártyákat, ki lehet ismerni azt a rendszert, ami a lorkána mögött van. És, ö, amit még nem mondtam el a paklépítéssel kapcsolatban, de már sokszor eszembe volt, és mielőtt elfelejteném, amikor paklit építesz, akkor a lapoknak legfeljebb két típusát használhatod fel. Minden lapnak van egy típusa, vagy hát tinta típusa, hat különböző színben látható ez, sárga, zöld, kék, lila, piros és ezüst, vagy metál. Ezek közül legfeljebb kettő szint használhatsz egy pakliban, tehát lehet, hogy az összes lapod lila, de az is lehet, hogy a lilát te összekombúzod a sárgával, vagy a lilát te összekombúzod a zöldekkel, de a harmadik szint nem tehetsz bele. Emiatt szerintem az újrajátszhatósága rendkívül jó, hiszen hogyha neked van egy alap lila paklid, de szereztél hozzá különböző más színű lapokat is, akkor sok-sok különböző teljes paklit össze tudsz majd rakni. Nem az van, hogy a lilát csak önmagában gyűjtöd, vagy a pirosat csak önmagában gyűjtöd. És ami furcsa egyébként, hogy nincsenek common kártyák, nincsenek ilyen neutrális lapok. Tehát a megszokott TCG verzióiban úgy szokott lenni, hogy van egy-egy kaszt, frakció, ház ki, hogy hívja, és ahhoz adhatsz hozzá neutrális kártyákat. És azokat a neutrális kártyákat azt más ház is használhatja. Ebben az esetben mindent mindennel lehet kombózni, ez szerintem megnehezíthette a játék egyensúlyi dolgait, hogy megnézni ott, hogy nehogy valamelyik páros túlságosan erős legyen, de én kimondottan élvezem azt, hogy lehet gondolkozni rajta, hogy igen, akkor a kéklapok között vannak olyanok, amik ezt csinálják, és akkor ezt a hatást amit szeretnék kihozni a játékban, mondjuk azt, hogy folyamatosan elvesz, elveszem az ellenfél megszerzett történetpontjait, azt milyen más kártya hatásokkal lehetne összekombózni. Úgyhogy ez a paklépítés részhez tetszik, és szerintem az újrajátszhatóságot is növeli, főleg majd azután, hogyha sok kártya elérhető lesz belőle. Neten egyébként fönn van az összes lap, lehet őket nézegetni, meg így Tabletop szimulátoron be lehet tölteni az adott paklit, különböző hollapokról, és akkor már is el lehet kezdeni játszani. Nagyon egyszerű szabálya van. Szerintem vonzó játék, tehát hogyha nem TCG lenne, akkor most azt mondanám, hogy ez az év családi játéka. És menjetek és vegyétek meg, ott van benne, nem tudom én, 200 darab kártyalap, 15 ezer forint, irány a bolt, vegyétek meg, tudtok vele mondjuk játszani 3 négyen 4 en és, és játszatok vele, mert Disney. De kimondtam a varázsszót szót Disney, és, 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 nem, nem elégedtek volna meg ennyivel, tehát nekik mindenképp kell a sok-sok-sok-sok lóvé, a zsuzsó, úgyhogy megpróbálnak hatni ránk, meg a pénztárcánkra, és onnan kicsalni mindent, amennyire csak lehet. Vannak starterdekkek, amit meg lehet venni, ez nem tudom Magyarországon majd mennyibe fog kerülni, nagyjából olyan 18 dollár környéki külföldi árakat láttam ezekkel kapcsolatban, ezek olyan paklik, amiben eleve csak kettő szín van, és amiben pontosan 60 kártyát fogtok találni. Tehát, ja, ja igen, és ami még fontos, hogy olyan eloszlásban, hogy az rögtön egy pakliként működjön. Tehát nagyjából olyan, mondjuk az 6000 forintért tudsz venni egy darab starter hogyha ketten akarjátok játszani, akkor az már is 12000 forint lesz. És én nagyon óvakodnék attól, hogy ezeket megvegyem, próbáltam hivatalos starterdekkeket ide betölteni és azzal játszani, és borzalmas volt. De nagyon-nagyon borzalmas volt. Nem adta vissza azt a játék élményt, vagy a játékban lévő dolgokat, amennyi benne van egyébként a játékban. Nincs benne nagyon nagy mélység, nincs benne túlságosan sok dolog. De hogyha még azt se tudja visszaadni a starterdek, akkor az el fogja venni az ember kedvét, Úgyhogy ha vesztek is starterdeket, csak akkor javaslom, hogyha vesztek mellette sok-sok boostert, de az is lehet, hogy elég összevásárolni egy booster pakkot, kibontjátok azt a nem tudom én 24 csomagot, az azért közel 300 darab kártya lesz, és tudtok majd belőle szerintem készíteni akár két közepesen jó paklit, ami már meg fogja mutatni a játék erejét. Aztán az, hogy kinek éri meg egy játékra ennyit költeni, hogy 24 paklit majd vegyen, megbontogasson, az már tényleg ízlések és pofonok kérdése. Nekem ez így a tabletop szimulátoron nagyon tetszik, bármilyen lap megvan, és rögtön lehet vele játszani, akár rögtön egy másik játékos ellen. Hát ez lett volna a lorkán, hogyha van róla kérdésetek, gondolatotok, akkor bátran írjátok meg. Nem tartom kizártnak, hogy ha Sokat játszok még vele, akkor lesz majd egyfajta ilyen kártya vagy pakli jellemzős videó ebben a témában, úgyhogy nem biztos, hogy ez az utolsó lorkán a videóm, de remélem, hogy mindent megtudtatok, amit szerettetek volna tudni a lorkánáról. Azt gondolom, hogy ha családi játékban gondolkoztok, nem sajnáljátok rá a pénzt, és kimondottan az a célotok vele, hogy bevonzátok a társasjátékok közé a saját 8-10-12 éves gyermekeiteket, vagy a éppen feleségeteket, akkor, vagy férjeteket, akkor szerintem egy kimondotta jó választás lehet, csak győzzétek majd aztán anyagiakkal. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, találkozzunk legközelebb is, és ne felejtsétek, játszatok sokat, mert játszani jó. Sziasztok!